sétával hívja fel a figyelmet a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület várpalotai csoportjai a világszerte rohamosan terjedő keresztény üldözésre. A menet június 16-án kedden este 20 órakor indul a Várpalotai Református Templom udvaráról, majd az evangélikus templom érintésével a séta a Szent Erzsébet téren a Római Katolikus Templomnál ér véget. Az eseményen Lukácsné Orovic Piroska és Zsednai Józsefné református és evangélikus lelkészasszonyok, valamint Fodor Balázs római katolikus plébános mondanak imát. Mai adásunk utolsó részében a Star Portrait legfrissebb műsorát tekinthetik meg, melyben Molnár Szabolcs Zana Zoltánnal, azaz Gangszazolival beszélget. A Star Portrait most következik. A műsorvezető Molnár Szabolcs. Zana Zoltán, vagy Gangsta Döglégy Zoli, vagy El Scorpio a műsor mai vendége. Köszöntelek! Szerbusz, üdvözöllek! Na hát a Scorpio, az még <laughs> akkor volt a neved, amikor... amikor a sex Actionben, vagy már lehet, hogy nem, az még nem action volt, akkor még sex action volt, és uh, látunk egy filmet, Predator 2 címmel mm -hmm. ment a mozikba, és abban volt egy uh, szereplő, akit úgy hívtak, hogy El Scorpio, ő a kolumbiai mafiának uh, maffiának volt a vezére. Tehát ott egy óriási összecsapás volt a jamaikaiak és a kolumbiaiak között. Rögtön így kezdődött a film, mm -hmm. és ez nekem azonnal, tehát mint egy kisgyerek, amikor meglátja a, a kedvenc rajzfilmjét, akkor én így 20 éves fejjel, mm -hmm. és mondta, ez a nevem, ez az új nevem, szólítsatok így elszkorpió. És ez innen ered. Pedig aztán lehet, hogy kiderül, hogy az élet valamilyen területén te is jó vagy. Nyilván minden, például, hogyha a lányomról Na. van szó, Na ugye bár, és őt kell nevelni, és valamilyen irányba terelni, akkor nyilván nem szitlovagot szeretnék belőle nevelni, megcsinálni, hanem úgy próbálom őt lögdösni jó irányba, hogy, hogy, hogy jó élete legyen. Az én nyilván úgy nőtt fel, hogy, hogy hogy őnek ez természetes, hogy, hogy, apu az tele van rajzolva mindenféle képregényekkel, apunak hosszú befont szakála van, hosszú haja, annak ellenére, hogy az a lányoknak szokott lenni, és, és apu érdekesen erőszakos zenét játszik. De, de, ettől függetlenül még nem kell, hogy rossz ember legyen az ő hát. szemében. És apu úgy, hogy... lehet, hogy, apu lehet, hogy néha káromkodik? Hát ő, ő simán véghallgatott már egy pár kárt ellemezt, és azt nem titkolva azokat, nem is tudtam volna úgy megmutatni neki, hogy azokat kihajjon, mert akkor ki kellett volna hagyni az egész lemezt. Tehát Úgyhogy meghallgatta, és nagyon-nagyon okosan, és nagyon-nagyon kis bölcsen korá, korához képest, ő azt így azon átsiklik, tehát ő hallja, hogy azok csúnya szavak, de apu, ugye csak akkor a, a színpadon beszélsz csúnyán. és az életben nem lehet. És otthon nem egyébként? Otthon nem igyekszem, nem, nem néha, a, a, mit tudom, és közben elcsattan egy-egy csúnya szó, mert apu picit ideges leszik a totyoroknak előtte, vagy hogy úgy jönnek be a körforgalomba, hogy, hogy nem úgy kellett volna, vagy, vagy túl valaki, gyorsan vagy. például valaki? Nem, a túl gyorsan és... nincs baj, a túl hülyén azzal van baj, hogy én már ben vagyok, és az meg jön be, és majdnem nekem jön oldalról, és akkor, akkor mondok egy csúnyát, és, de azt nem nem kell, apu ideges, vagy nem, 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 már megnyugodtam, csak egy nagyon buta bácsi volt, és akkor már nem baromarcú a bácsi, már csak buta, tehát vagy néni. Na de most akkor, hogy visszaugorjak egy picit ide a jelenbe, igen. most 20 éves egyébként így van. A banda. Igen. A bandád, igen, gangstazolés és a kártel, vagy a kártel, vagy te hogy emlegeted, hogy a kártel? A kártel, igen, én nem szerintem hosszúkás, hogy ez a hivatalos nevünk nyilván, hogy gangstazolés és a kártel. Tehát azt mindenki tudja hogy a kártel az, az rólam és a csapatról szól. Úgyhogy mm -hmm. mi csak ilyen kártelként szoktunk. Volt egy olyan pólunk is amire nem volt itt írva hogy Gangszor és a kártel csak az egy Az egy olyan póló volt hogy én, én nagy rajongója vagyok a finjék korunknak is mint, mint akik ismernek azok tudják. És volt egy finn címer ugyanúgy mint a finjék korunk mezen egy, egy oroszlán benne és akkor a, a Suomi ami finn, Finnországot jelent. Szuhomi felirat helyett Kártel volt benne. Ez egy nagyon jó pofa. Mindig megválós, megvalósítom az én kis hülyeségeimet, beleviszem a, a zenekar életébe is. Na és valami magyar csapat, akinek szurkolsz? Hát Magyarországon én mindig az Újpest pártján álltam, én lila voltam kiskorom óta, ugye apukám odavitt el először mérkőzésre. A Törőcsik Andrásnak a pályafutását kísértem végig gyerekfejjel, és aztán még tinédzserként. Úgyhogy az, az, az ő nagyon-nagyon mély nyomot hagyott bennem. Nagyon sajnálom, amilyen állapotban van most, és hallok róla, hogy, 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 nem túl jól van a törő. A lényeg az, hogy Újpestér rajongtam mindig. Mostanában Újpesti jégkorom meccsekre járunk ki, kislánnyal együtt, sőt, barátnők is jönnek, behűjtettük őket már. Gréti és Janka, akik testvérek, és nagyon jó barátaink az iskolából ők jöttek velünk jégkorongos, és teljes őrület van. Otthon már hokiznak, kiskorongot elővették az anyjuk felhívott, hogy te teljesen beőrültek a gyerekek, már hokiznak itthon. <laughs> Úgyhogy ez könnyen átragasztjuk ezeket az őrületeket másra is. Egyébként te tudsz gyakran hétköznapokon játszani, vagy például lődörögni, jönni, menni meccs? Én kérlek szépen, én hétköznapokon nagyon sokat sportolok, vagy gyúrás van, konditerembe járok le háromszor négyszer, vagy elmegyek jégkorongozni reggelenként, az egy, egy elég korai program, mert Káposztásmegyere játszunk egy baráti társasággal, és reggel 8-tól vagyunk jégen. Az egy elég borzamos hangzik, de mivel úgy is be kell vinni 3-1-8-ra az olyét az iskolába, picit előbb viszem fél nyolcra, és akkor rongyolok ki Káposztásmegyere, gyorsan átöltözés, és 8 9-ig És az annyira jól indítja a napot, hogy rögtön egy olyan jó feelingje van az egésznek, hogy a kedvenc sportágomat tűzhettem. Tehát mondjuk száhagold az ki és akkor jön a nyugdíjas például 40-nel az autójával. Akkor a, külfordul... a a nyugdíjast, már elnézést kérek minden nyugdíjast, és természetesen nem komolyan gondolom, de beborítanám az árokba, hogy takarodj de... már előlem, te idióta, mert vigyázz... én korongozni megyek. Vigyázni kell, hogy az ember mit mond, meg mit gondol. Nagyon kell vigyázni, főleg egy ilyen pozícióban, és most nem pozícionálom magam túl, de az, hogy sokan ismernek, és a szavaimnak ezáltal súlya van. Én ezt nagyon jól tudom. Ezért Úgy aztán néha az... beleszaladok olyanba, viszont felelősségteljességemről híres vagyok, inkább hírhet, tehát semmi fogalmam nincsen erről a szóról se. És, és ezért aztán gyakran szaladok bele olyan, hogy így elhamarkodottan mondok valamit, amivel emberek ezre így sértem meg. Na de most itt az alkalom, hogy akkor azt mondtad, hogy például a nyugdíjas bácsit, aki ott döcög ilyenkor, és előre elnézést kértél, de beborítanád az árakba. Most mondhatod, hogy tulajdonképpen ezt most végig gondoltad. És... Én gondolom, ez egy hülyeség. Nem borítanám be az árakba, de azért egy picit leanyázom, mert szeretnék odaérni a jégkorongozásomra időben, és no, ő, a... ő gátol engem. Na tessék, de aztán amikor te leszel Nyugdíjas papi, és jönnek a fiatalok, és majd dudálnak. Akkor én kiszak, én igyekszem olyan nyugdíjas papi lenni, tehát ez nagyon fontos, hogy az ember olyan formában addig érdemes élni, amíg olyan formában tudod magadat tartani, hogy kiszáll az autódból nyugdíjasként, oda mész a fiatalhoz, akik dudált neked, kihúzod az ablakon keresztül az autóból, és egy olyan állast ráversz, hogy fölrepül a holdra, és lesesik. És akkor... akkor azt mondják, hogy hoppa papa, nézd meg! De akkor megint kérdezem, hogy esetleg ezt a gondolatot lehet, hogy megint felülírok. Nem írok semmi uh, semmilyen gondolatot. Uh... Én ezt így most jónak találom, amit elmondtam. Okay. Ez az, az a lényeg, hogy, hogy úgy érdemes élni, hogy teljesen uh, ura vagy a, a szavaidnak is, még akkor is a hülyeséget beszélsz, uh, meg a tetteidnek. Tehát, tehát fizikailag és szellemileg is olyan állapotban legyek, hogy hogy az, az megfelelő legyen számomra, meg a környezetem számára. Például anyukám, itt van 87 éves már, 87 lesz júliusban, és fantasztikus. Tehát jön föl kutyákra, vigyáz, kis cekkereivel jön, megy, szinkronizálni jár, és olyan, olyan szellem és fizikai állapotban, hogy le a kalappa. Vezet? Anyuka? Uh -huh. Hát maximum szamarat meg háztartást. Akkor autót nem. Nem annyira. És édesapát sem? Édesapám sem vezet már autót, bár ő még nem régen vezetett, ő 10 évvel fiatalabb, ő 77-ben leledzik. De tehát ő meg aztán hát kaszinó és, és, és jövök megyek és ö, ö, csajozás tehát ő, ő még mindig azért toppon van. Néha egy kicsit ő a, a dilajságban elmegy egy picit már a határokon túlra és azt, azt nem mindig tudom tolerálni. De hát ő természetéből fakadóan. És hogy miben megy el? egy kicsit? Dilajság tehát amikor olyan, annyira gyagya hogy, hogy már engem is zavar. Tehát olyan lüke tud lenni, hogy az valami elképesztő. De ez nem a szenilitásból adódik, ez az ő természetéből fakad, és az, az, évek folyamán csak rosszabb lett. De nem attól, hogy ő most éb, öreg, egy, egy papa lett. Játékos értetlenkedés mondjuk, É, is, és utána pedig már a zavaró értetlenkedés, amikor nem hajlandó megérteni bizonyos olyan dolgokat, amit tudom, hogy megértene, de ő csak hajtogatja a saját maga hülyeségét, és ezért nem tudom vele megérteni, hogy nem, ez nem így működik, hanem úgy működik. De, nem ismerős ez a tulajdonság? De. Neked? De, abszolút, de nagyon szeretném levetkőzni. Tehát nem szeretnék olyan, ö, olyan ö, hogy mondjam olyan ö, úgy gondolkoznak rólam a, a, a hozzátartozóim a, a hozzám közel álló emberek ahogy én gondolkozok néha apukáról tehát azt nem szeretném. Mindenképpen igyekszem elkerülni megváltozom meg hát, De Nem tudom hogy kell-e vagy jó -e nem tudom Tehát, és filmekben azt mondtad hogy akkor rossz fiú vagy meg voltál, hát igen meg leszel meg lehetsz. Igen, ez egy, szerintem ez egy olyan kidolgozott karakter, az enyém, ami, ami tényleg nagyon sokat dolgoztam a külsején is, az, az rengeteg hektoliterbe került, meg, meg nagyon sok éjszakába, hogy azt ezt a kiváló barbár külsőt elérjem, meg hát rengeteg tintába, amit ugye fölvittünk tetoválás gyanánt, szőrnövesztés, tehát ez azért ez nem kis meló, ezt így megcsinálni, és ez úgy kialakult az egész kép rólam, hogy tényleg a, a kasztingos srácok, lányok, akik gondolkodnak színészekben, amikor egy bizonyos filmre megérkezik a fölkérés, hogy ilyen és ilyen figurák kell lennének, akkor abban a pillanatban, hogy orosz bunkó, vagy, vagy, vagy drogdíler, vagy, vagy gyilkos gengszterek sofőrje, terrorista, utonáló, Ebből a pillanatban gangstát kéne fölhívni. Tehát ez egy annyira természetesen jön, és ez, ez nagyon sok munkámba került, és erre büszke vagyok. Nyilván nem vagyok színész, mert az egy mesterség, és tanulni kell, és nem szeretném megsérteni azokat, akik végigjárták a szamár létrát, és, és színésziskolába jártak, színművészeti főiskolára esetleg, ne agyisten, Isten, és, és elvégezték, és akkor én kijelenteném, hogy színész vagyok, semmilyen végzettségem nincsen ezzel kapcsolatban. Zenésznek azért úgy picit merem magam nevezni, mert a zeneiskolát azért kiártam, én dobtanszakra is jártam, végeztem és le is vizsgáztam, tehát a zenészség az egy más dolog, az egy más kávéház, de a színészet az megint csak egy mesterség, amit tanulni kéne. Én ilyen karakter szerepekbe használható vagyok, amikor szinte magamat kell adni. Nyilván nem vagyok gyilkos, de nem nehéz megformálnom. Tehát az, hogy, hogy úgy, úgy visel, úgy nézek ki, a színpadon ugyanazt csinálom, amikor gengszerreppelünk, akkor keménykedés van. Tehát ez simán megy. Az, hogy most én óvóbácsit hogy tudnék megformálni, ahhoz már kéne a színészi gyakorlat. De lehet, hogy menne egyébként. Hát mondom, először ki kéne járni azt az iskolát, de már nem szeretnék beülni a padba. Na most... Húsz éves, tehát a kártel, ennek kapcsán több dal is már megjelent, meg sorban jönnek, meg, meg lemez, meg majd még egy lemez lesz, meg hát mondd el, inkább, hogy mi minden lesz, és egyáltalán most már betöltötte a húszat? A kártel 20. éve az az ugye hát nyilván januárban indult, az, hogy mikor jelent meg az első lemezben, igazából onnan datáljuk azt, hogy most elkezdtünk összeverődni a 95-ben, ugye arról beszélünk, mert uh -huh. hogy 2015 van, 95-ben elkezdtünk így összeverődni srácok és öten ö, ö, voltunk amikor végül is kimondtuk hogy na ez lesz a gangsta és a kártel ö, akkor, akkor azt ősszel jelentettünk meg talán október novemberben egy, egy lemezt ami az első album volt az Egyenesen a gettóból. É, mm. Akkor azt mondom hogy október november be lesz majd az igazi születésnap de mi már egyet megünnepeltünk a Barbonegrában, volt egy nagyszabású koncert olyan vendégekkel akik erre a Tribute lemezre amit készítünk készítettünk ö, 20 előadó csinál meg 20 kárteldalt az elmúlt 20 év anyagából, és, és, ezek közül felléptek velünk egy páran, akik már elkészültek. Már majdnem mindenki elkészült a dallal. A lemez még nem látott napvilágot, de már egy maxi igen, amin öt szám található meg ezekről a, ezekből a felvételekből. És ebben benne volt a Brains és a kezdet fiai által előadott rossz fér. Ők vendégként meg is jelentek ezen a koncerten. Sziszka Finucci barátunktól az Óje, ő is ott volt velünk a koncerten. A Majka Körtis által előadott Heroin. onnan a Majka szintén ott volt velünk a bulin és előadta a számot. Akkor ott volt a Szőri és Pulektől a, az Isten család sör című szerzemény, az egy szenzációs, vicces dolog lett, amit ők itt csináltak. Ez volt az autó, a kivonuló zene, és ők is ott voltak a koncerten. Az egyetlen, aki nem volt ott a koncerten, de intro formájában viszont ez volt, ez a dal jelent meg. Ez a Quimbynek az Asztala a Gangsta című dala, amit ők egy, ők a kakuk el az elemezem, mert ők nem egy meglévő kártel dal dolgoztak föl, hanem írtak egy vadonatúj dalt, a, a mi stílusunkba, a mi szövegeinkből összeollózva a, a szöveget, és szenzációsan megcsinálva. De van aki, van aki, nagyon kifordította a dalt magából, amit feldolgozott, van, aki meg szinte nem is csinált vele semmit, csak újra fölvették egy modern hangszerelésben. A Brains kezdett, fiai féle rossz vér, az már egy kicsit azért kifordította magából az eredeti dal, de felismerhető. De ott van például az Uzi Poftól, akik a kedvenc magyar zenekarom, egy Stoner Metal zenekarról beszélünk. Ők megcsinálták a Sötét Oldal című számot, rá se lehet ismerni. Tehát egy másik stílusban, új szöveggel, néha utalva az eredeti szövegre, teljesen egy új dalt írtak, szinte, de mégis nagy nyomokban felfedezhető, hogy hopp, ez a sötét oldalból valami ott megszólalt, de hát ők teljesen kifordították magából, de én így adtam oda a, a dalokat, hogy...